My favourites were the scary ones. Oh, my sweet summer child, what do you know about fear? Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Fear is for the long night, when the sun hides for years and children are born and live and die, all in darkness. That is the time for fear, my little lord. It's empty. Let's find a place to sleep. Hodor! Hodor! Don't, Hodor. Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Csináltam én már ugyan régebben erről egy videót, de úgy gondoltam, itt az ideje egy részletesebb és kicsit minőségi verziót csinálni belőle. A téma nem más, mint az éjkirály. Mind a kettő, illetve az éjkirálynő. Szóval, az előszóként elmagyaráznám azt, hogy hogyan is fog ez kinézni. Van nekünk kettő éjkirályunk, ugye? A könyvben, illetve a sorozatban is. Ez a kettő éjkirály totálisan különbözik egymástól, ezért az egyszerűség kedvéért. A könyvben szereplő neve Éjkirály 1, a sorozatban szereplő pedig Éjkirály 2 lesz. Na most, a magyar fordításban mind a kettő éjkirály. Az angolban viszont az Éjkirály 1 eredeti neve Night's King, a sorozatban az Éjkirály 2 pedig Night King. Tulajdonképpen annyi történt, hogy a legendás figurából megalkották a nagy gonoszt, mivel ugye mindig kell egy főellenség. Tehát kezdjük az elején. Engedjétek meg, hogy elmeséljem a könyvbéli éjkirály történetét. Akárcsak a sorozatbéli, ő is egy ember volt egykoron, de mégis miféle ember? Melyik házból, melyik királyságból? Később kitérek rá. Ahány mesemondó, annyi különböző mese született már vele kapcsolatban. Bolton, Falábú, Amber, Flint, Norri vagy Stark volt. Attól függ, hogy hol mesélik. A kardok viharában Bran és csapata elérik Éjvárat, az éjjeli őrség legelső erődjét. És ekkor eszébe jut öregnam meséje arról a bizonyos éjkirályról. Ő volt az éjjeli őrség 13. parancsnoka, egy rettenthetetlen harcos. Egyben ez volt a legnagyobb hibája is. Ugyanis a félelmet mindenkinek ismernie kell. Emlékezzünk csak vissza Ned Stark szavaira. Hogyan lehet bátor az az ember, aki fél? Kérdezte Rob. Csak az ilyen ember lehet bátor, felelte az apja. Szerintem ez egy elég komoly hasonlat a jelenlegi alanyunkhoz, de menjünk tovább. Mint oly sok remek harcosnak a történetekben, az ő végzetét is egy asszony okozta. A bőre fehér volt, mint a hold, a szeme kék, mint a csillagok. Tehát magyarul ő is egy más volt. Félelmet nem ismerve utána eredt, elkapta és magáévá tette. Ez nem nekrofília. A bőre hideg volt, mint a jég, s amikor nekiadta magát, a lelkét is odaadta vele. Visszavitte Éjvárba, királynévá nyilvánította, saját magát királlyá, különös boszorkánságokkal pedig felesküdött testvérei akaratát is az övéhez hajlította. A 13. parancsnok 13 éven át uralkodott. Csak megjegyezném, hogy a világ szinte minden mitológiája balszerencsének titulálja a 13-as számot, és itt csak kettő van kapásból. Az éjkirály és halott királynője egészen addig uralkodtak, amíg romboló Brandon, a tél királya, illetve elvileg az akkori falon túli király Joramun össze nem fogtak, hogy megszabadítsák az őrséget a rémálom világából. A bukása nem tartott soká, ám amit ezután találtak, az megdöbbentette még a kemény északi embereket is. Rátaláltak az emberi áldozatok maradványaira, feltehetőleg a saját testvéreit áldozta fel, ajándékgyanánt a másoknak. A királyok haragjukban minden róla szóló iratot elpusztítottak, a nevének puszta említését is megtiltották. Egy keveset a halott királynőről is. Az ő valódi eredete is csak találgatás, de a legnépszerűbb mese szerint a handföldek királyának egyik lánya volt, és ugye a handföldieket gyakran emlegetik a sírokkal kapcsolatban, tehát simán lehet. Bár én inkább tudnám elképzelni egy amolyan ügynöknek a másoktól, tudom, hogy hülyén hangzik, akinek az volt a feladata, hogy meggyengítse az őrséget. Ki tudja?
Öreg Nan határozottan ellenzi a felvetést, miszerint ez az éj király bárki más lett volna, mint egy Stark deresből. Én is egyetértek vele. Viszont mielőtt elmondom, nézzük meg a sorozat éj királyát is. Az alapján, amit eddig tudunk róla, ő is ember volt egykor. Az erdő gyermekei és az elsők háborújában az emberek kivágták a varsafákat, lemészárolták a gyermekeket, ezért ők létrehozták a saját fegyverüket, az éj királyt. Annyi gond volt csupán, hogy az éj király magában erősebb volt, mint Westeros teljes akkori populációja, tehát később előle kellett menekülni. Mi az érdekes ebben? A hosszú éjszaka végét a hajnal csatája jelentette a hősök korában. Ekkor az erdő gyermekei, az elsők és a későbbi éjjeli őrség első testvérei legyőzték a másokat, méghozzá sárkányüveggel. Meg Azor Ahai története is itt ér véget. A csatát követően egy újabb más inváziót megakadályozandó, hatalmas jégfalat építettek, hogy megvédjék az élők birodalmát. Na és akkor itt jön a csavar. A könyvbéli legendás figurát a sorozat készítői teljesen átformálták. Jelenleg ő a mások vezére, és feltehetőleg ő a kulcs is ahhoz, hogy legyőzzék őket, ugye ez evidens. A könyvekben, habár elég sokat mesél Martin a másokról, mégsem tudunk semmit arról, hogy milyen a hierarchiájuk. Van-e egyáltalán vezérük, stb. Ez a sorozatban tiszta, van a fő jég, aki csinált pár kisebb jeget, akik felélesztik a holtakat. Tehát legalább egy három fokozatból álló rangsort tudunk felállítani náluk. Amíg egyéb információt Martin nem adott tudtunkra könyv formájában, elmesélem, hogy szerintem miért Stark az éj király. Öreg Nan is említette Brennek. Lehet, hogy éppen ebben az ágyban aludt, amiben most te. Lehet, hogy egykor ő is a tél királyai közé tartozott. Nem tudjuk ugyan, hogy mennyiben fog eltérni a könyv a sorozattól, de a sorozat alapján. Nem nagy dolog, de az élőhold sereg vonulásánál felfedezhetünk Stark pajzsokat. Illetve jó pár emberkét az éjjeli őrségből is, bár lehet, hogy csak az ő ruhájukban vannak. Mégis hogyan tudtak olyan könnyedén átjönni a falon? Az én elméletem szerint a falat védő varázslatok nem az emberek ellen szolgálnak. Akár azt is mondhatnánk, hogy nem az építők ellen. Mivel építő Brandon Stark volt, furcsa lenne, ha saját házára is hatna a varázslat. Vagy valami. Tehát, mivel az éj királyi Stark, ezért rá sem hatott. Lehet, hogy tévedek, viszont kezdésnek szerintem nem rossz. Aztán a holtak serege egy kifejezetten pontos rémfarkas fej alakban vonul. A Starkok címere. Stark pajzs, Stark varázslat, Stark címer, véletlen lenne-e? A Stark varázslat csak formálisan az nyilván, valójában ugye az erdő gyermekei csinálták. Illetve még egy dolog. Miért lenne az érdekes, ha kiderülne, hogy például az éj király Bolton, vagy Amber? A többi mesélt házról nem is érdemes beszélni, szinte semmi jelentőségük nincs a történet szempontjából. A Boltonoknak vége, az Amberek habár lojális ház voltak egykor, mégis Jon és Sansa ellen harcoltak a fattyak csatájában. Végük. A Starkok viszont, mondjuk ki, elég jelentősen befolyásolják a történetet. Mivel Jon kiesett a Stark familiából, hiszen ő még mindig Targaryen, mivel az apai ág számít, ezért mi lenne, ha egy régi Stark visszajönne, mondjuk úgy az első körülbelül? Az a gond ezzel, hogy a sorozatbéli éjkirály több mint 12 000 éves. Brandon és a fal még sehol nem voltak akkor, amikor ő már igen. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy mindig kell legyen egy Stark deresben. Szóval, így a végére, hogy egyszerűbb legyen. Van két éj király. A könyvben szereplő éj király már régen meghalt, az éjjeli őrség parancsnoka volt, és ő csak áldozott a másoknak. A sorozatban az éj király már az elsők megérkezése környékén megvolt, ő a konkrét vezére a másoknak, illetve levettek a nevéből egy S betűt. Ami a könyvben szereplő éj királynak nem sikerült, a saját királyságának megalapítása, a sorozat béli királyunk talán éppen ezen fáradozik. Tehát remélem sikerült egy kicsit érthetőbb magyarázatot adnom arra, hogy mi a különbség a két alany között. Illetve érdekelne, hogy szerintetek a sorozatban az éj király egyáltalán Westeros házaiból való-e? Talán Stark, Amber, Bolton vagy akár egyéb? Vagy az is lehet, hogy Ashai környékéről jött valójában? Ugye? Minden esetre remélem tetszett nektek ez a kis összefoglaló, és abban is bízok, hogy jobban elnyeri a tetsziseteket, mint az előző.
Ha nem tetszett, akkor diszlájkoljad össze meg vissza, viszont ha tetszett, ne nekem köszönt, hanem a patronoknak, akik nagyban segítik a csatorna előrehaladását. Köszönöm a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!